1942-től? Nem, 35-től, 35-től a nagyapám pucolta, és az 50-es évek végén, sőt 56-ban, mi 56 vagy 57-ben volt ez, amikor 57-ben volt, amikor a csónak balesetem volt. Hát ugye öregek vagyunk, 56-ban jöttünk fel a nagyapámékhoz, mert el akarták venni a házukat, ez a szokás. A felfedezés az. És igen, a felfedezés, volt, a horgászoknak, mondom, az volt, hogy a nagyapám összeszedte a társaságot, hogy ne, mert 40 évesek voltak, ugye, amikor így szerveződtek, és egy 40 éves férfi az nagyon aktív. Az tehát a legjobb. Az, na, azért mondom, hogy 35-től, akkor volt nagyapám 40 éves, és 20 éven keresztül tulajdonképpen ilyen magánszorgalomból pucolták. Úgy higgy el, hogy ilyen csatornákat csináltak fölfele, és akkor ott lehetett fölcsónakázni, még ebben a vasas csónak idejében. Na. Tehát 57-ben volt az első csónak a padon. Igen. És akkor még nagyon erősen, már voltak itt olyan, jöttek, mert a város megszabolja a bizniszet, ugye? Hogyne, és akkor így. Meg volt egy gondolat, egy nyugalmazott államtitkár, aki ezt észrevette, följötte a Mátrába, és akkor és még ő lobbizott, az a városi főmérnök, aki ugye... Az Avasáról lakik, aki Avasáron, és az a lényeg az egészben, hogy az az ember szerzett akkoriban 1,5 millió forintot ezekre a munkákra. Akkor másfél. Ez egy nyugalmazott államtitkár, és ő látta meg azt, hogy itt lehet... Bácsi Avasáron egyen, meg a szívét. És ő is még azt mondta, meg nem halad, a sárszó igaz történetét akarja. Hogy hát valóban mi volt? Mert az többi az itt van. Igen. És nyilván abból született az, hogy itt az emberek megjelentek, hogy rengetegen dolgoztak, kubikos brigádok, akkor volt ugye a kommunista szombatok. Amiről nem lehetett elmaradni, bármiről, de a kommunista szombatok. De onnan nem lehetett, és akkor rengeteg intézmény, vállalat volt Gyöngyösön, akiknek hozták ki a dolgozóit, és azokat, hozták, ugye avval letették, hogy na ez lett egy üdülővezet, és valóban úgy is volt, hogy mindenkinek volt egy háza. Tehát minden cégnek minden volt cégnek egy háza. Üdülőt, igen. Mindenki. Igen. Hát kapott, építhetett magának egy üdülőt. Meg az érdekes történetem, ugye mi is a videobásokkal hallottunk, hogy építették az a brigád. Ez egy fúrótorony. Egy fúrótorony. Szegedről volt. Igen, gyanús volt igen. Nekem, igen, a megjelen. Igen, Szeged környékén hozták ide. És a következő munkálat, ahogy Eger környékén csinálták, összezuhant, és az öt ember, aki ezt csinálta, az ott halt.